a mai Balogh Levente már nem tudná megcsinálni ezt a Szent Királyi sztorit. Nincs meg az a tűz? Nem merni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a Szavakon túl. Mai vendégem Balogh Levente, üzletember, a Szent Királyi Ásványvíz alapítója. A legtöbben talán az RTL Klub Cápák között című műsorának milliárdos nagy befektetőjeként ismerték meg őt. Saját bevallása szerint sikerének két titka van, az egyik a sportmúltjából fakadó álhatatosság, a másik pedig a brandépítés iránt érzett szenvedélye. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, ismét 20 fogalmat adtam át mai alanyunknak, egy olyan papírt, amely 20 fogalmat tartalmaz, valamennyi fogalom az ő életének egy aspektusára, fontos szereplőjére, korábbi idézetére utal, és ezek nagyon talányosan vannak reményeim szerint megénekelve, vagyis maga az alany se tudja, hogy pontosan mit rejtenek ezek a fogalmak, és ezekből a fogalmakból Balogh Levente mai alanyunk fogja kiválasztani, hogy pontosan miről beszélgessünk. A rendkedvéért hagyd mondjam el, hogy mi közül választhat Balogh Levente. Tólig, szóljon a himnusz, szívből, megrajzolom, lábnyom, hatodik érzék, elemi ösztön, szenvedélyből, staféta, elitklub, kvalitás, mindenható, mindent egy lapra, fordulópont, tejbeaprít, rólam szól, csúcstámadás, házirend, madarattolláról. Van, ami nagyon szimpatikus, rögtön kezdjük neki. Több is van, hát szóljon a himnusz. Kezdjük azzal? Hát, kezdhetjük azzal is. A szóljon a himnusz az ön sportmúltjára utal. Ön cselgáncsozott, 18-szoros magyar bajnok volt. Hát, magyar bajnok vagyok, és 14-szeres kupagyőztes kupabajnok. Feltett szándéka volt, hogy olimpiai bajnok akar lenni? Az egész életemet azt határozta meg, hogy ugye 6 éves koromtól cselgáncsoztam, és nekem mindig az volt a vágyam, hogy olimpiai bajnok legyek. Miért volt ez olyan fontos? Hát, mert én lehet, hogy genetikailag is úgy gondoltam, hogy mindent ha csinálok valamit, azt a legjobban akarom csinálni, és egyébként nekem az edzőim ezt a fejünkbe is súlykolták, hogy nekünk az olimpiai bajnokot kell legyőzni. Úgyhogy sokszor meg is lepődtem, hogy a iskolában az osztálytársak más-más sportot űztek, és például voltak kosarasok, és kérdeztem, hogy mi lenne, hogyha ide jönne a Harlem. Mit csinálnátok? Hát elvernének minket, mint a kisgyerekeket. Akkor még kosarasztok. Hát nem értettem. Nem érdemes olyat csinálni, amiben nem a legjobb az ember? Hát, de érdemes. Hát biztos, hogy érdemes, tehát szórakozás szinten, de amikor valaki, például én azt gondoltam, hogy ez a cselgáncs, meg az élsport lesz a hivatásom, akkor én a legjobb akartam benne lenni. El is képzelte, hogy ott áll a dobogó tetején? Hát álltam is sokszor. De úgy, hogy olimpián. Tehát ott persze, hát az ember az mindig arra vágytunk. Jöttek az öregebb sportolók, élménybeszámolót tartottak, úgyhogy ez mindig minden cselgáncsosnak, meg ma is minden kis judokának is ez az álm. Nagy törés volt, amikor abba kellett hagyni 22 évesen? Hát nagyon nagy, igen. Tehát ott láttam, hogy már olimpiai bajnok nem leszek sajnos. Mi volt a hiátus? Tehát mi hiányzott? Semmi, én voltam a válogatott, a magyar ifjúsági válogatott, és ki kellett volna mennem az ifjúsági EB-re, amit meg kellett volna nyernem, mert ugye 71 kilóba versenyeztem, és az nagyon-nagyon sikeres súlycsoport volt. A Moravec Feri bácsi, az aranyedző, a szólói olimpián a legtöbb érmet hoztak el akkor a magyarok. Ugye a 71 kilóba hajtós beáltalának egy fantasztikus sportlegenda lett, judó sportlegenda lett, ő nagyon sikeres volt, és ahhoz, hogy én pariba tudjak lenni valamilyen szinten is vele, ahhoz nemzetközi szinten érmeket és komoly érmeket kellett volna elhoznom. De így, hogy nem volt lehetőségem, ugye itt annak idején ezek a klubok között mentek a harcok az edzők között, hogy melyik súlycsoportban, melyik klubnak a versenyzője menjen. Én Budapesti Honvédnek voltam a sportolója, a Moravec Feri bácsi volt az edzőm, és hát ugye volt a Spartacus, volt a Dózsa, és hát sajnos egy rosszul jöttem ki egy ilyen vezetőségi csatározásból, és itt hamar meg volt már az EB számom is, és esélyes is voltam egyébként, mert a selejtezőkben az osztrák fiú, aki megnyerte az ifjúsági Európa bajnokságot,
az nyert. Aki végül megnyert az Európa-bajnokságot, azt én nagyon sokszor megvertem. Itt Tatán is, meg sok versenyen is, úgyhogy volt is esélyem rá. Aztán nem én mentem ki, hanem egy másik klubnak a sportolója, és így már nem is volt esélyem többet. Az ifjúságiból kiöregettem, és ugye a felnőtt szinteket, a felnőtt nemzetközi pozíció, meg a Bercinél volt, aki nagyon jól is teljesített utána. Megszakadt egy kicsit a szív, amikor láttad, hogy az nyert, akit korábban rommá vert? Hát annyira nem szakadt, meg annyira szakadt, csak meg, hogy 10 évig nem néztem a Eurosportot. Azért az jelzés érték. Igen, tehát ez mindig elkapcsolta. Hát az fájt? Látni? Először az, hogy nem tudtam kimenni, aztán persze meg az, hogy még ráadásul esélyem is lett volna arra, ami az álmom volt, az kellemetlen volt. Bánja, hogy így alakult? Nagyon máshogy alakul az élete, hogyha egy sikeres sportkarriert tudhat magáénak. Hát igen, ezt mindig mondtam, hogy ezt sajnálom, és a Moravec Feri bácsi, aki utána nyugdíjas lett, és nálam dolgozott szegény a haláláig, ő mondta, hogy Levikém, hogyha ha olimpiai bajnok lettél volna, akkor nem lett volna Szent Király. És ebben meg úgy mindig úgy megnyugodtam, hogy ebben meg igaza volt. Elcserélni? Nem. Nem? Nem. Nem. Tehát ha valaki mondjuk 8 évesen ön elé teszi a két papírt, az egyiken a Szent Király sikere van, a másikon egy olimpiai bajnoki cím, akkor a Szent Királyt választotta volna? A Szent Királyt. Azért, mert én azt gondolom, hogy az olimpiai bajnok cím az nekem szólt volna, vagy önigazolás lett volna. A Szent Királyéval sokkal többet adtam, nem csak magamnak, hanem szerintem Magyarországnak is. Na, válasszunk egy másik fogalmat. Hát van itt sok, ami lehet az elemi ösztön is. Az elemi ösztön az a gyerekkorra utal olyan értelemben, hogy amikor amerikai milliárdosoknak a történeteit hallja az ember, akkor nagyon sokszor, legalábbis én, azt fedezem fel, hogy már 5-6-7 évesen kiderült az ő üzleti érzékük. Nem tudom, hogy csencseltek valamivel, átverték az osztálytársaikat, mert már akkor tudtak zseppénzen keresni valamit. Önnek hány évesen derült az ki, hogy önnek van üzleti érzéke? Van egy nagyon aranyos történet, volt a nővéremnek egy pár évvel ezelőtt, hát jó pár év, vagy 10 év ezelőtt egy születésnapja, és ott egy pár régi rokon, vagy távoli rokon is előkerült, és az egyik nagynéném oda jött, és mondta, hogy elmesél nekem egy történetet. Ebéd után ott csimogatta a fejemet, olyan 6 éves voltam az édesapám, és kérdezték tőle, hogy Sanyika, mik lesznek a gyerekekből, és mondta, ránézett a nővéremre, és mondta, hát a Emzsika az nagyon okos, ez egy nagyon, nagyon okos, nagyon sok diplomás hölgy lesz, vagy szakember lesz. És akkor rám nézett, és simogatta a fejemet, és mondta, hogy a Levike meg milliómos lesz. Így rávágta. Igen. De miből láthatta ezt? Nem tudom, akkor még ugye az is nagy szó volt, de igen, nem tudom. És ezt elmesélte ez, és ezt azóta természetesen nem emlékeztem rá, de már akkor volt ilyen aspektusa. Ön mikor gondolt először arra, hogy van üzleti érzéke? Hány évesen? Hát én amikor a judóban, ugye azért a sport az azért volt annyira jó ötletnek, azért tűnt az átkosba, mert megnyíltak a kapuk, megnyíltak a határok azért. Jó, lehetett menni külföldre. Igen, nyugat és kelet között mi úgy mászkáltunk, mint hogyha otthon lennénk, úgyhogy, és akkor mi már ez a seftelést elkezdtünk üzletelni kőkeményen, tehát tudtuk, hogy Jugoszláviába el lehet adni a diót, meg a trapista sajtot, tudtuk, hogy Szovjetunióba nejlonharisnyát kell vinni, és a fekete kaviárt kell érte cserélni. A fekete kaviárt tudtuk, hogy Nyugat-Németországba el tudjuk adni, úgyhogy hoztuk Csehszlovákiából, hoztuk a légpuskát, úgyhogy jöttünk, mentünk mindig nagy táskákkal. Nem félt soha? Hát nem, mert ugye nem volt azért annyira szigorú, főleg mi honvédosok voltunk, ugye katona úgy nézett ki a csapat, hogy 7 csúcsoport volt, 7 válogatott sportoló ment, és 8 tábornok. Úgyhogy mi így közlekedtünk a Feri-hegyen.
Úgyhogy, de nem volt olyan szigorú egyébként. Meg a sportolókat azt valahogy az, hát azt lehet is látni a régi híradásokból, hogy a sportolókat mindig úgy kezelték, hogy egy kicsit olyan... Kiemelten. Igen. Egyébként egy mondat erejéig még visszatérve oda, amit említett, hogy egy ilyen ünnepségen azt mondta önnek az édesapja. A testvérében soha nem volt e tárgyban rossz érzés, hogy önt így kiemelte, és azt mondta, hogy hát a Levi milliómos lesz. Hát ő is még kicsi volt akkor, de volt, hát persze, biztos, hogy volt. Nem tudom, hogy mi zajlott le benne, de hát ő egy teljesen más típusú, más beállítottságú ember volt. Ő vendéglátót végezt, aztán közgazdaságot végzett, úgyhogy ő nem is volt ez a vállalkozó típusú. Ó, tehát a módos ember ön a családban, ezek szerint. Ő nem ez a... Hát most már ő is az, mert őt is Balognak hívják, de igen, tehát a pénzcsináló az édesapám volt meg én. Volt is ilyen egyfajta, nem is azt mondom, hogy különbségtétel, de hogy a papa kedvence azért az a Levi? Hát igen, és ezért nem is a mai napig nincs nagyon jó kapcsolatom a nővéremmel, pont emiatt. Igen. De ez már egész kis korukban tettenél? Ez egész, volt? Hát ugye én fiú voltam, nagyon jó sportoltam, az iskolában sem voltam teljesen hülye, tehát szakmailag is ráadásul még ugye tetézte a helyzetet, hogy a szakmába is az édesapám szakmáját választottam. Tehát attól függetlenül, hogy én sportoltam, meg én sportoltam, együtt szocializálottam, együtt nőttem föl a piacra, az iparra. És ön ott volt mindig az édesapja mellett, és figyelte ezeket. Igen. Szinte ilyen kijelölt út volt, tehát ilyen magától érted. Abszolút, hát nyáron is mentünk ki, mert ugye például az első görög-magyar viccelődött is rajta, édesapám nyugat-európai magyar vegyes vállalat, ami egy görög milliárdos és a Szikrálmi gazdaság hozott létre az Olympus Kft-t, hogy nyugat-európai magyar vegyes vállalat, és keletebbre van a tém, mint Budapest, de hát természetesen nyugatnak számított a tém, és ott nagyon jó barátságba került a görög milliárdossal. Egyébként első úttörőként ezt meg is lépte. Egyébként ön az a típus, módos emberként, egy ilyen családi vállalkozás vezetőjeként, hogy kiterjed a figyelme anyagilag is a szűkebb és tágabb családtagjaira? Mert azért ez nagy felelősség, említette a görögöknél is, hogy ez egy családi vállalkozás. Persze, abszolút. Hát ez elengedhetetlen, persze. A karmester az egy van, és annak vezényelnie kell. És tulajdonképpen ön ilyen értelemben, nem tudom, hogy jó szója a családfő, tehát unoka öcsökre, unoka testvérekre, tágabb családra is kiterjed a figyelmet? Hát most ezt nem mond az ember magáról, de nagyjából igen. Tehát az édesapám sajnos itt hagyott minket 2007-ben, és azóta a nyakamba is szakadt minden, úgyhogy abszolút, tehát igen. Nagy felelősség? Hát néha elég nagy. Nagy is a... Egyre nagyobb a család, úgyhogy van felelősség persze. Mely része okozza önnek mondjuk úgy, ami még ránk tartozik, a legnagyobb fejtörés? Csak ugye azt látjuk, hogy milyen egy nagy vállalkozónak a... Hát a fejtörést az okoz, hogy az utódok jó irányba menjenek, jó irányba építsék fel az életüket, mert az ők nagyon nehéz nekik. Tehát ezt épp napokban nyilatkoztam valamelyik tévében, hogy a sikeres embereknek a gyerekei azok elveszett emberek valahol, mert van akit egyébként engem inspirált, de ugye azért az édesapám nem ért el mindent, amit lehetett volna, és engem az inspirált, hogy én meg elérjem, mert nekem nyílt meg ezzel a rendszerváltás, hogy amikor volt a 20-as éveim elején voltak, akkor olyan surung, olyan energia volt bennem, hogy nekem lehetőségem volt túlszárnyolni őt. De például engem túlszárnyalni... Az nem lesz egyszerű. Az nagy kívás, és sajnos az utódok azok, és nem csak nálam van ez egyébként, minden kategória, barátaim is sikeres üzletemberek, sikeres vállalkozók, náluk is ez a probléma. Tehát a végén mindig a gyerekek ott kötnek ki a szülő mellett. Ez valahogy azt kell megoldani, hogy ne a nevükkel érvényesüljenek, hanem a tudásukkal. Ugye az egyik lány pszichológus, van hát, akinek vállalkozása van, és egy még gimnazista. Igen. Hát most lesz gimnazista. Most lesz gimnazista. Igen, meg van egy fiam. Egy kis, de ő nagyon pici. Igen. Még egy mondat erejéig itt a gyerekkorra visszatérve, hogy azt én jól tudom, és ez nekem nagyon tetszett, és a tudatosságot mutatja, hogy ön, amikor cikkeket olvasott például gazdag, sikeres és híres emberekről, nem az érdekelt, hogy van berendezve az élete,
hanem hogy miképp érte azt el. Hát ugye ez egy lépcső volt az életemben, ezek a könyvek is, amiket én olvastam már egészen fiatal koromban, azok is arról szóltak, az az érdekes, hogy például a kedvencem a mai napig a genovai fogoly, akiről kiderül egyébként, hogy Genovába egy fogoly beszélget a társával, és kiderül, hogy ő Marco Polo, és az életét, én ott is, én nem is tudtam egyébként még, hogy ugye már Marco Polo-ról ilyen legendák voltak, meg hogy ki volt, hol élt, mit csinált, én nem is tudtam, hogy ő mivel foglalkozott, és ebbe a könyvbe ástam bele magam, hogy ő csinálta meg tulajdonképpen a Távol-Kelet és Európa között a folyosót, a kereskedelmi folyosót, és ő indította el nagyon sok terméket, ő hozott be Európába, amit nem is ismertek itt. És a kereskedelmi útvonalat, ma milyen kalandjai volt. Tehát ugye van, akinek azt tetszett, hogy kardoznak, meg csatákoltak, én meg azt, hogy rakta hajóra, mibe pakolta, mibe rakták, és nagyon sok inspirálódtam. Tud ebből tanulni egy gyerek? Gondolkodásmódot, megközelítésmódot? Meg, abszolút. Tehát mindig más, hogy lehet, hogy sokszor már a könyvnek, vagy a versnek is akár a mondani valóját én máshogy értelmeztem, mint akár a szerző. Lehet, hogy a genovai fogolynása az volt a szerzőnek a szándéka, hogy most megértse valaki a kereskedelmet a Távol-Kelet és Európa között, vagy a velencei és a genovai karmároknak a kereskedelmi tevékenység. Ugyanolyan disztribútorok voltak, üzletkötők voltak, ugyanúgy mentek üzletet kötni, ugyanúgy tárgyalták be magukat a retailbe, csak máshogy hívták akkor. Tehát párhuzamot vontam belőle, és imádom a mai napig, a Coco Chanelnek volt a filmje, ezeket a filmeket keresem a mai napig is egyébként. Még a mai napig is tud inspirálódni. Igen. Na nézzünk egy másik témát. Hát ugye a madarat a tolláról azt megbeszéltük. Nem feltétlen. A madarat tolláról az bennem fölmerül, hogy egy ilyen embernek kikből áll a baráti társasága. Tehát ki az ön társasága, akivel igazán jól érzi magát most a családon kívül? Hát ez meglepő, amikor azt mondja mindenki, hogy ugye én egy más generáció vagyok. Az én generációmnak az a nehézsége, hogy mi mindannyian egy helyről indultunk. Tehát kempingbicikli, Dacia és Lada. A jobbak, a rosszabbak azok meg a Trabant. Tehát mi mindannyian onnan indultunk, és éppen ezért, amikor valaki nagyon kiugrik, akkor az nem biztos, hogy az egy 30-40 éves barátságnak jót tesz. Sok ilyen volt, hogy eltávolodtak emiatt? Sok, rengeteg. Nem is nagyon. Hát sajnos már én is abban a korban vagyok, hogy mennek el a közeli barátaim, hogy a több is elment most a napokba. Épp a tegnap előtt is a gyerekkori legjobb barátom, édesapám, az ott az érdekesség, hogy édesapám legjobb barátja volt az édesapja, és utána születésünktől fogva a legjobb barátok voltunk, aztán valamilyen szinten rokoni kapcsolatba is kerültünk, a fia a keresztfiam, meg mentora vagyok a teniszes fiam, és őt most vesztettük egy-két nappal ezelőtt. Úgyhogy sajnos már ilyen problémák is vannak, aki megmarad, az meg egészségileg túl kell élni a dolgokat. Már azt mondjuk, hogyha valaki megöregszik, az egy sikertörténet. Úgyhogy nekem mindig egyébként, ugye én Kecskeméti voltam, azt hittem, hogy Kecskemétről soha nem jövök el, ott volt egy baráti köröm. A sport az mindig összefüggött a baráti körömmel, és főleg amikor még fiatalabb voltam, de most fölköltöztem Budapestre, most egy új feleségem van, és egy új baráti társaság. De az érdekesség az, hogy mindig a baráti társaságot, ezt mindig én alakítom ki a család körül. De ha jól értem, a távolodás oka sokszor az anyagi különbség volt? Az, abszolút. Abszolút. Tehát, tud mondani egy élethelyzetet, hogy mi szül konfliktust ilyen esetben? Hát face-to-face konfliktus nem szül, de például, hogyha nem tudunk elmenni, tehát elmegyünk síelni, vagy nyaralni, ugye akkor, hogy hova menjünk, milyen szállodába menjünk, mennyit legyünk ott. Tehát ez mind-mind kellemetlen helyzeket szül, amik egy idő után eltávolod.
távolítják a barátokat. Ön melyik megoldást választja ilyenkor? A zsebébe nyúl, és próbál kiegyenlíteni valamit, vagy ön ad le az igényekből, hogy ő ne érezze? Hát nagyon sokszor előfordult, hogy úgy foglaltam le dolgokat, hogy nem tudták a barátaim, hogy tehát én magamra vállaltam a szervezést, és a nagy részét én kifizettem. Tehát, hogy, és amikor kiderült egyébként, akkor nem szívesen jöttek utána, de próbáltam ezt is. Hát aztán elengedtem ezt. Tehát próbáltam azt is, hogy olyan helyekre menjek, ahova ők megengedhetik maguknak, de ott meg én nem éreztem annyira jól magam, úgyhogy emiatt azért változnak az ember körülött lévő emberek. Volt csoportja. Fájdalmas vesztesége? Tehát aki úgy hiányzik? Hát az édesapám az abszolút. Úgy értem a barátok közül természetesen, tehát hogy ilyen természetű eltávolodásokán. Úgy nem. Hát ezt úgy hívjuk, hogy egy természetes kiválasztódás szerintem. Mindenki úgy éli az életét tovább, ahogy neki a jó. És ez egyébként ezt nem mondom azt, hogy ez konfliktus, tehát ez a mai napig találkozunk, beszélgetünk. Csak nem olyan szoros a viszony. Csak nem úgy, ahogy gyerekkorunkban. És most említette ezt a Pesti Társaságot. Ez már a módosabb emberek kasztjából kerülnek ki? Hát azért már itt is vannak olyan vállalkozók, akik kezdő vállalkozóként már a barátaim, már sajnos már rájuk is mondhatni, hogy 20-25 éve barátaim, és igen, sikeres emberek, például most van a fiamnak majd a keresztapja lesz, ő vele már 20-25 éve az a legjobb barátsága vagyunk, és például üzletről soha nem volt köztünk szó. Tényleg? Igen. Ezt hogy állják meg? Hát intelligensen meg kell állnunk, mert ugye az a helyzet, ezen a szinten viszont már az is a baj, hogy ilyen emberek, mint én vagyok, vagy akik körülöttem vannak, mindenki az is, hogy ő a legokosabb. És éppen ezért azokban a témákban, mi azt gondoljuk, hogy mi a legokosabbak vagyunk, azt kerüljük. Főleg, hogyha még ilyen esetleg vélemény, tudjuk, hogy véleményeltérés is lesz belőle, úgyhogy... Magára szól az ember, hogy most inkább ne szóljon. Igen, azt kerüljük, úgyhogy de működik az egyensúly. Most itt van egy 10-15-20 fős baráti társaság, vagy 30 fős. Hát mindig összejövünk egyébként, mert a születés, ilyen évforduló születésnapjaimon azért mindig vagyunk egy 100-150-en. Akkora bulit tart? Hát csak a 40-45, de most megfogadtam, hogy az 50 éves volt az utolsó ilyen nagy buli, most már ilyen kisebb vacsorákkal megelégszünk most már. De miért döntött úgy, hogy most már elég lesz a kisebb? Hát pont azért, mert annyira változik az embernek, amikor azt hiszi fiatalon, hogy egy barátság az örökre szól, akkor azt hiszi, hogy ez örökké így lesz, aztán ahogy öregszik, egyre jobban rája, hogy nem. Hány olyan barátja van ma, ha mondjuk nagy bajba kerülne egy éjjel? Nem tudom, ég valami, Isten ne adja, bármilyen probléma, lerobban az autó a puszta közepén, és nincs önnél, akit úgy igaz szívvel fel tud hívni, ha baj van. Vagy ha lelki problémája van, és kér valami vigaszt. Hát sok 20-30, még Kecskemétről is van egyébként. 20-30 olyan ember van, aki, ha nagy baj van, merne fordulni? Persze, abszolút. Abszolút. Ez, hál' Istennek egyébként, persze jönnek a kritikák, meg hogy... ennek a tanácsok, hogy azért vannak körülöttem ennyien, mert ezért meg azért, de azért mikor megismernek engem, az én egy más ember vagyok, tehát én nem vagyok ez a alapjába vett gazdag ember, aki járt. Tehát én egy ugyanolyan ember vagyok. Tehát, és ez is egyébként a sport. A sport tanítottam, és az alázat. Az alázat az nekem egy nagyon fontos. Tehát, hogy közvetlen velük, és jelét nem lehet annak látni, hogy ön más anyagi körülmények között. Nem, abszolút. Alázat. Sőt, még kerülöm is ennek a feltételezését is, de nem is azt kell. Azt hogy kell csinálni, hogy kerül nem az ember? Tehát, hogy még rájátszik arra, hogy még a látszatát is. Nem játszok rá. Magamat, elég magamat hozni. Hát eleve, hogyha már nem kérkedik az ember, akkor már jót tesz. Volt olyan időszak, amikor kérkedett kicsit? Volt, hát persze mindenki, aki 20 éves korunkban azt hittük, hogy lehozzuk a csillagokat, összepakoljuk és ehhez árjuk, tehát persze sokkal nagyobb habitusa volt. Aztán az ember szép lassan évről évre rájön és a helyére kerül, és akkor rájön, hogy egy pici porszem a bolygón. Volt ilyen pont az ön életében, amikor úgy ráeszmélt erre, vagy rá kellett eszmélni? Többször is jó. Tehát azért helyére rakott az élet engem egy pár szó. Egyet elmesél?
Hát konkrétat nem akarok, mert ezek voltak üzleti is, meg érzelmi is, úgyhogy az érzelmileg is, üzletileg is kellemetlenül érintene másokat volt. Volt, és helyre is rakott egyébként, de az alázatot azt egyébként meg nekem mindig arról híres volt, nagyon sok barátom volt, gyerekkoromban is. Tehát az iskolákba, az óvoda, iskola, középiskola, nekem mindenhol azonnal barátaim voltak, és például a lányoméknál a mai világban állítólag nehezebb barátokra szert tenni. Én nekem ezzel soha nem volt problémám. Tehát egy idegen közegbe elmentem, és nekem azonnal voltak barátaim. Tehát ilyen gondom nekem nem volt, bárhol. Azt mondja, hogy helyre tette azért az élet. Milyen ön, amikor kétségbe esett és talajvesztett? Kétségbe esett azért nem vagyok, de megfontol, sokkal megfontoltabb leszek. Tehát nem, olyankor nem felgyorsulok és nem kapkodok, hanem lelassulok és következetesen cselekszek. Tehát ez az édesanyámtól örököltem egyébként, ugye, van, aki ideges lesz, és fölmegy a vérnyomása. És, tét helyzetről beszélünk. Igen. Én meg érdekes, hogyha ilyen helyzetbe kerülök, az édesanyámtól örököltem, én meg elalszok. Nekem meg lemegy a vérnyomásom. Tehát én csak higgadtan tudok megfelelően cselekedni. Volt olyan, amikor fölment a vérnyomása rendesen? Tehát amikor a téthelyzet ilyetén formán nem így tendált az ön esetében? Nem, hát a habitusom az azért, most sem mondom azt, hogy egy annyira nyugodt ember vagyok, de a habitusom az olyan, hogy nem azt mondom, hogy agresszív, de határozott. Tehát sokan félreértik, tehát én a végtelenségig megértő vagyok mindenki iránt, meg mindennel szembe, de amikor elgurul a gyógyszer, akkor vége. Akkor kiabál is? Hát nem, akkor ha egyet kiabálok, és utána soha többet nem beszélek. Soha többé? Soha. Tényleg? Igen. Hát az volt az édesapám, meg én köztem, amivel nem értettem egyet az ő vezetői stílusába, hogy csak a, igaz, hogy úttörő volt, a kommunizmusba szocializálódott, hogy egy olyan vezető volt, akitől féltek a kollégák. És ő fegyelmiket adott, egy fegyelmi, kettő, három fegyelmi, ilyen fegyelmi. Én meg mondtam, hogy nincs fegyelmi, és nálam nincs fegyelmi. Tehát nálam, hogyha elvesztjük egymás felé, nem csak én, hanem a kollega is elveszti a bizalmat felém, akkor elválunk egymástól. Tehát nálam rögtön elbocsátás volt. Ilyen elvágólagos, hogy igen. Akkor kész? Igen, nekem, igen, abszolút. De a szó szerint kell érteni, hogy akkor a következő X évben ha megsértődik valakire, akkor ott nincs. Én a hangjára nem emlékszek egy 5 év múlva. Tehát... Ezt nem mondjak. Igen. De ez sértődés, vagy ez micsoda? Nem. Ez, ez nem dac, ez helyre kell rakni az életet. Tehát, hogyha olyan hatással vagyunk egymásra, ami negatív, a másik félre vonatkozóak meg rám is, akkor ezt abba kell hagyni. Hát de mivel lehet ezt önnél elérni? 7 milliárd ember van a bolygón. Hát, amikor visszaélnek a jó indulatommal. Sok ilyen volt? Azzal nagyon. Nem, egyébként nem. De amikor volt, akkor határozott voltam. Ugye azt mondja, hogy vannak ilyen hangok, gondolom az ön környezetében is, hogy lehet, hogy a pénze miatt, a befolyása miatt barátkoznak önnek. Igen, néhányan. Hát erre utaltam az előbb. Sok ilyen van? Akit úgy ki kell szűrni? Nem, én helyén kezelek mindenkit. Tudom, pontosan tudom. Tehát ez is egy ösztön, hogy úgy mondjam, hogy én nagyon jó emberismerő vagyok. Nagyjából tudom mindenkire, hogy ki micsoda. Ezt régen azt mondtam, hogy egy kézfogással tudom, hogy kivel állok szemben. Ez lett volna az egyik téma, de akkor beszéljük meg, ez a hatodik érzék lett volna, hogy ön ugye azt mondja, hogy amikor kezet fog valakivel, ő 80-90%-ba belövi, hogy igen. Az milyen ember. Ez nem indukál nagyon gyors ítéletű prognózisokat? Nem. Nem? Hát ezt nem éreztetem senkivel, én magamba bekategorizálom. Volt egy barátom, aki azt mondta, hogy és ugye figyelek arra, hogy mit mondanak azok, hogy másokos emberek is, és ez egy nagyon jó mondás volt tőle, hogy van egy spejza, ahol vannak a polcok. És a polcokon vannak a barátai. Az alsó, középső, és például van olyan, amikor a felső polcról lekerül a középső polcra egy barátja, vagy az alsóra, van, amikor kikerül a spejzba, de a spejzba,
azt, hogy ki melyik polcon van, azt ő határozza meg, és az az ő fejében van. De mit érez például első benyomásként? Valakivel találkozik, köszönnek, kezet fognak, belenéz a szemébe? Hát érzem azt, hogy ugye persze az embernek mindig először szépeket mondanak, jók magukat, ebből leszűröm nagyjából, hogy ezt miért mondja. Tehát bekategorizálom, hogy ez most annak szól, amit én létrehoztam, vagy nekem szól. Tehát látom az őszintességet, vagy a megjátszást, az azonnal látom az embereket. De ezért nem bántom őket, tehát ez nem is kell mindenkinek szerelmesnek lenni a másikba, tehát ez abszolút egy normál dolog, csak én bekategorizálom, és ebből nem lesz egy együtt síelünk 2 hétig Ausztriába dolog, hanem az, hogy havonta egyszer találkozunk, és az üzletről beszélünk. De nincs meg annak a veszély, hogy ez ebben nagyon határozottan és nagyon gyorsan valamit gondol valakiről? Nem gondolok én. Ez lassan. Egyébként az a helyzet, hogy ezt azért merem kijelenteni, mert amikor én így bekategorizálok valakit az elején, az 80-90%-ban az úgy szokott történni. Tehát visszaigazolja az igen. Igen. És akkor így magammal, tehát ezt nem úgy kell képzelni, hogy én most ezt elmondom, meg persze. Hangosan kimondom, hanem ezt magamba nyugtázom. És egyébként ezért van az, hogy nem is érnek akkor a csalódások, mint másokat. De kialakul az emberben az idő előre haladtával egyfajta, nem azt mondom, hogy bizalmatlanság, de valami védőfal, valami távolságtartás. Óhatatlanul. Biztos, hogy kialakul, meg mondják róla, mert nem veszem észre magamról, hogy bizonyos esetekben távolságtartó vagyok, tehát látnak egy ilyen kerítést körülöttem, de én nem érzem egyébként. És ezt azért nem érzem, mert amit mondtam, hogy ösztönösen kategorizálok, ez nekem ösztönös. Tehát ez van akinél ez nem nincs jelen, van akinél meg jelen van. De ez semmilyen plusz vagy mínusz nem jelent. Na válasszunk akkor egy következőt. Elite Club. Az Elite Club az azt jelenti, hogy azon gondolkodtam készülve erre az interjúra, hogy azért van egy fejlődési íve egy üzletembernek, egy vállalkozónak, hogy végigjárja a stációkat, és van egy pont, ez nem tudom, hogy pont, vagy egy folyamatnak a betetőzése, amikor kvázi az igazán nagy fiúk közé leül. Önnek volt egy ilyen emlékezetes pillanata, amikor azt érezte, hogy igen, engem itt most már befogadtak. Én most már ide tartozom. Hát konkrétan így nem volt. Megvívtam a csatámat, megvívtam a harcomat, hogy ismerjen és elismerjen a szakma. Ugye a nagy harcom az a Szentkirályi volt, vagy a ásványvizemnek a felépítése, amikor én 2003-ban, ugye az édes 93 óta van a Szentkirályi, és én az édesapám elejétől fogva azt mondta, hogy a világ legjobb ásványvize, és mindig mosolyogtunk rajta, aztán végül az lett. Hát ugye az volt az első nagy harcom, azért azt el lehet képzelni, hogy hányan meg, hogy megtámadtak. 2004-ben úgy alakult, volt egy Aqua Expo nevezetű kiállítás Párizsba, a Champs-Élysées-en, és 110 számozott üvegkancsóba beletöltöttek a vizet. Aztán, hogy ez minden köszönhető, hogy tényleg a Szent Királynak a pozitív hatása miatt, vagy az édesapám által, ugye a családunkban 9 apáca volt, 3 pap, és volt egy apáca, aki pápai kitüntetést kapott, az is egy nagynéném volt, aki először a zsidókat menekítette Dél-Amerikába, és aztán meg a kommunizmus elől menekülteket Bécsből, és egy rendet alapított Buenos Airesbe, ő volt a Juliska néni, és mindig, amikor jó történt a családdal, akkor ezt mindig Juliska néni tette velünk. Úgyhogy nem tudom, hogy a Juliska néni miatt, de egy kancsot vett, egy nagyon elit szakmai zsűri volt, mert az egészségügyi szervezet igazgatónője a Párizsinak, a franciának, tehát, és kiválasztották a Szent Királyt, ilyen egyszerű volt. Ugye megtámadtak először, hogy megvettük, hát most, hogyha meg lehetett volna venni Franciaországban, ilyet valószínű, hogy ezt nem a
a Kecskemét melletti Szentkirályi falu vette volna meg. Ez az egyik. A másik az, hogy utána persze megtámadtak, hogy ez, mert ugye én kaptam egy értesítést, hogy Völtöbesz minden el volt, a Pigába volt a díjátadás, mint a Batman filmekben, tehát volt minden. Popcorn, meg csinnadatratta. A helyi tévékin volt, kijött a magyar tévé, de a francia tévé is. De ő is megfuttatta ezt, tehát rögtön leadta az MT-nek. Hát én azonnal persze, azonnal leadta. Hát rabkós üzletemberként azonnal sugtam persze az MT-nek. Kivitte a köztévét, ugye, a diátadóra. És nagyon egyébként nagyon jókor jött, mert ugye akkor lépett be Magyarország az Európai Unióba, és mindenki meg volt ijedve, hogy mi lesz velünk. És egyszer csak jött egy kis magyar cég, aki tarott Párizsba. Na nézzünk akkor egy másik fogalmat. Fordulópont? A fordulópont az pont ez a díj, amiről előbb beszéltünk, csak annak egy másik aspektusa érdekelne, hogy ilyet lett utána, mert azért van az a kategória, amikor az ember egy hihetetlen nagyot ugrik, és akármennyire is nagy dolog ez, meg tud ijedni, vagy azt is bemeri hallani, hogy abban az időben mondjuk a fejébe szállt a dicsőség. Hát fejemben nem szállt soha a dicsőség, mert ezt szintén megtanultam a Cselgánstól, hogyha fejembe száll a dicsőség, akkor nagyon gyorsan a hátamra hajítanak. Úgyhogy nem, elszánt lettem, energiát adott, iszonyatos erőt adott. Hát egy olyan erőt adott kezembe, mint a tornak, amikor megkapta a kalapácsot, vagy az Amerika kapitány a pajzsát. Tehát kaptam egy erőt, kaptam egy szuper képességet. Az apukája mit szólt hozzá? Hát őt nagyon tisztelem, a mai napig érte, hogy ő látta, hogy ez túlnőtt rajta, és tudta, hogy mikor kell visszalépni. Tehát ő láttam rajta, hogy tehát ugye, amikor én bejelentettem, ugye 2007-ig nem fejlesztettem a technológiát, ennek nagyon sok oka volt egyébként. De részben rávaló tekintettel, ugye? Nem. Én 2004-ben pontosan fölépítettem egy 10 éves stratégiát, hogy fogom itt megerősíteni a brandet, és hogy leszek piacvezető. Ennek egy része volt az, hogy 3 évig én nem fejlesztek technológiát, hanem csak a marketinget erősítem. Ez is a stratégiának a része volt. De hát amikor akkor bejelentettem, hogy akkor 2 milliárd forintos beruházás, tehát a család 50-60 milliónál többet nem ruházott be soha. És mondtam, hogy családi ebéd, én a világ legjobb gépsorát veszem meg, a világ legjobb ásványvízgyárát építem fel. Úgyhogy egy filérem nem volt. Ekkor adta el a kocsiját, a lakását. Házát, házamat, mindenemet, és mondta, édesapám összehozott, ugye az édesanyám rántott húsára, a mai napig vágyok. Családi ebéd volt mindig nála, és összehívott egy ebédet, ahol elhívott régi szakembereit, hogy engem lebeszéljenek erről a hülyeségről. Mert én mindig azt csináltam, amivel nem értettem egyet, hogy megvettem a Rissrosz gépsorokat, ilyen 50-60 éves olasz gépsorokat, összeegeztették valami raktárba, és akkor végén egyébként mindig többe került nekünk, mint ha megvettünk volna egy újat, és egyszer nem tudtam neki bebizonyítani. Tehát annyira fájt neki az első összegnek a kifizetése, hogy egyszer nem tudott átlépni az árnyéken. És akkor elment, és akkor én bejelentettem, hogy többen leestek a székről. De eljöttem, és eljött a német szakember. Egyébként azt is onnan tudtam, hogy a 80-as években kijártam édesapámhoz, és tudtam, hogy a Krónesz a világ legjobb, egyik legjobb a világon az egyik legjobb elmiszeripari gépgyártó. Azt onnan tudtam, hogy nem szolgálták ki Kelet-Európát. Ez Németországban van ez a cég. És az Arvonéti szúr az úgy tudott venni a magyar cégébe Krónesz töltőgépet, hogy Athénba rendelte meg. És Athénba behajózták a németek, és ő meg már, mivel az övé volt, ő meg hazaküldte Budapestre, és ott mondta, ez egy fantasztikus, hihetetlen történet, ott, hogy egy Krónesz gép volt Kelet-Európában. És egyébként utána meg én lettem az első kelet-európai blokkba, aki magáncégként tudott venni egy Krónesz gépet, és egyébként abban is szerencsém volt ott, hogy egy világújdonság volt, mert több világújdonságú technológiát az én gépemen vezettek be.
És erre is volt velük egy egyességem, hogy, és ez az ismertség, az Elite Clubhoz visszatérve, hogy akkor lettem Elite Club tag, amikor ugye lesöpörtek a galériukról a nagy cégek, a piros, a kék, a hatalmas világcégek, és amikor én megvettem ezt a gépsort, és beengedtem a világ legnagyobbjainak a fejlesztő mérnökeit, hogy nálam tanulják meg ennek a gépnek a működését. Ez sem véletlenül csinál. Ugye ezt senki nem enged be senkit, tehát nem lehet fotózni semmi. Én mondtam, hogy ha én megkapom ezt a gépet becsületszóra, akkor én ez egy Krones észrevétlenül, hogy ők hogy nem is vették észre, egy Krones kiképzőközpontot csináltam, ahol a világ legjobbjai tanulták nálam az ásványvízgyártásnak az új technológiáját. És akkor, mikor kimentek a gyárból, és nem hitték el, hogy én beengedem oda őket, akkor azt mondták, hogy akkor például a Nestlének az akkori francia vezérigazgatója, akkor lett a barátom. De ez nagyon nagy rafinéria, nem? Az, persze. Hát ez, igen. Tehát megfordította az egészet. Meg. És tudott elént kovácsolni egy helyzetből, igen. Ami látszólag hátrányos volt. Igen. És akkor ez egy nagy elismeréssel járt, azt mondja, a piacon belül is. Azt hát mondták, akkor a világ elit befogadott. Tehát az abban a pillanatban befogadtak. És elismertek. Az egyik téma az a tólig, és az arra vonatkozik, és ennek az emberi aspektusaira lennék kíváncsi, hogy én emlékszem, ön biztosan emlékszik rá, nekem az első riportjaim egyike ilyen 18-19 évesen, amikor önök ezt megnyerték, ezt a díjat, és egy közszolgálati tévénél dolgoztam, és csináltunk egy interjút. És az jutott eszembe, hogy ennek lassan most már 20 éve. Ez egy kétperces ilyen híradós riport volt. Szerintem az első interjú között voltunk, akinek adott interjút. Hogy az a Balogh Levente, és a mostani Balogh Levente, tehát annak most már 10-hány éve? 18 éve. Hol válik el? Hol azonos? Mi a legnagyobb különbség a két Balogh Levente között? Mennyit változott ez az ember? Hát sokkal több tapasztalattal rendelkezek, és nem, a habitusom nagyon megváltozott, tehát lenyugszik az ember. Igen? Mondjuk, abszolút. Tehát ezt szoktam is mondani, hogy a mai Balogh Levente már nem tudná megcsinálni ezt a Szentkirályi sztorit. Nincs meg az a tűz? Nem merni. Ó, szóval az idő előrehaladtával a döntéseiben óvatosabb lett sem, mint azért, mert igen, mert egyre nagyobb a veszteni valója az embernek. Ahogy öregszik, és ahogy egyre jobb, nagyobb dolgokat épít fel, egyre nagyobb a rizikó. Uh-huh. És hát akkor 20 éves suhancként nem volt veszteni valom. Tehát mondtam, hogy elviszik a kocsit, majd veszek egy másikat. Tehát és nem, szinte nem érdekelt semmi. Tehát ezt el lehet képzelni, hogy aláírtam egy mennyi volt az? 3 millió eurós, 3 vagy 4 millió eurós gépnek a szerződését, úgyhogy de szó szerint egy fillérem nem volt. Hát volt 5 millió forintom, ami épp aznap bejött az eladásba. Mibe bízott? A szerencsébe, a tehetségébe, az elszántságába? Hát magamban, a termékbe bíztam, a termékben a mai napig bízok egyébként. A magabiztossága például ez alatt a 18 éves távlatban, hogy változott? Sokkal magabiztosabb lett? Hát megfontolt, nagyon megfontolt lettem, és nagyon határozott. Nagyon határozott? Igen. Mi a különbség a nagyon határozott és a határozott között, mondjuk itt 18 évesen látszóval? Az, hogy egy pillanatig nem gondolkozok el egy döntésem helyességére. Ó, de hát az járhat mondjuk ilyen tévedhetetlenség tudattal is, nem? Akkor sem. Tehát nekem mindig azt mondtam a kollégáknak is, hogy a tétovázás az a bukáshoz vezet. Tehát a vezetőnek mindig meg kell adni az irányt. Tehát a seregnek ki kell adni az útvonalat, mert szétszéled a sereg. Majdnem, hogy fontosabb az, hogy döntsön, mint sem, hogy nagyon jól döntsön. Igen, a döntés. És hogyha ha jó vezetőnek tartja magad az ember, akkor sanszos, hogy nem döntött annyira rosszul. És ha már nem döntött annyira rosszul, akkor abból tud egy nagyon jó irányt kanyarintani. 5 vagy 10 döntéséből hány jó mondjuk? Már úgy, hogy kikezdhetetlenül jó, és hány olyan, amit lehet, hogy máshogy is csinálhatott volna. 7-8 jó. Az jó aránynak minősül. Ja. A 2-3-mal mit csinál, amikor rájön? Hát egy kicsit gondolkozok rajta, aztán elengedem. Elengedi? Azt meg kell tanulni, vagy ilyen alkat? Meg.
meg. Régen tudta rágni? Nagyon? Magában? Nem, én soha nem tudtam. Tehát ez mindig kérdezték, hogy például a tárgyakat, a házat, mikor eladja, hogy csajnálja, vagy a kocsiját, vagy ezeken eszközök. Én az eszközöket el tudom engedni. Ha most nincs ilyen eszközöm, akkor majd lesz másmilyen. Vagy mindig ezzel idézőjelben fenyegetnek, hogy hát Balogh úr ezt nem veszi meg, akkor elviszi más. No, vigye, akkor megsporoltam ennyi pénzt. Jó, de ez nem attól, hogy az ember pontosan tudja azt, hogy ha ezt nem veszem meg, akkor megveszem egy más helyen. Nem, hát én tudom, hogy lehetőségek vannak mindig, és abba például, abba is hiszek, hogy mindig jobb jön. Mindig jobb jön? Elengedünk valamit, ezt meg kell tanulni az embereknek, hogy mindig jobb jön, és hogyha ezt megtanulják, akkor el tudják engedni a dolgokat, és nagyon sok méregtől és kinttől szabadítják meg magukat. Márhogy fölöslegesen valaki eszi igen. magát valamit. És ez a kapcsolatokra is vonatkozik. Egyébként van is egy ilyen téma, a tejbe aprít, ha már ez szóba jön, vagy szóba jött, hogy azt mondta egy interjúban, hogy nagyjából egészében meg tudja mondani, majdnem, hogy fillére pontosan, hogy pontosan mekkora vagyona van. Ez igaz? Igen. Ha nem kell, hogy elmondjad, körülbelül el is mondaná, ha most arra kérném? Hát vagy el nem a... mondanám, de lehet róla olvasni. És az nem áll messze a valóságtól. Az min múlik, hogy valaki, mert sok interjút olvastam azért önnel is, meg más módos emberrel, és van, aki azt mondja, hogy hát nem tudom én ezt átlátni. Az egyik itt van, a másik ott van. Részvényfolyamok, aktuális árfolyamok határozzák meg. Ön pedig nagyon határozottan tudja azt mondani, hogy ön átlátja ezt szinte fillére pontosan. Hát mert én fizikai ember, tehát én, amit én létrehoztam, az fizikailag kézzel fogható. Én olyan dologban, hogy ez a tőzsde is, meg ez a, és vannak ezek a bitcoin-ok, tehát én átláthatatlan dolgokat soha nem csináltam. Soha nem volt egyébként, hogy igazából véve társam se. Tehát én ilyen magányos harcos vagyok, és egy ilyen magányos harcos az azért tudja, hogy milyen van, mi a fegyverzete, és azt én tudom. Tehát ez nekem nincs itt-ott, meg hogy megvállalom is, tehát én mindig mondják, hogy ezt mutathatjuk, az én vállalom azt, amit létrehoztam, én ezért megdolgoztam, én ezt nem alottól nyertem semmit, tehát én mindenélkül keményen megdolgoztam, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ember kéne, akinek nem kéne titkolni a vagyonát, és akkor egy sokkal fejlettebb világba élnénk most is. Tehát mit szoktak mondani, hogy nem árulom el az első milliómat, hogyha honnan szereztem. Ezzel nem értek egyet. Ki nem árul el az első millióját, hogyha honnan szerezte, az a többit se árulja el szerintem. Önben gyanút kelt. Igen. A gazdagságot önnek meg kellett tanulnia? Hát én együtt nőttem fel vele. De nem, és ezt mindig is mondtam, hogy én nem a gazdaságra hajtottam soha. A mai napig se. Tehát én akkor elkezdtem a Szentkirályi brendet építeni, hogy azt szoktam mindig mondani, hogy kétféle üzletember van. Én azt gondolom. Van a pénzcsináló, meg van az alkotó. Én abszolút az alkotó üzletemberhez tartozok, vagy sorolom magam. A Szentkirálynál is elkezdtem létrehozni, elkezdtem megvalósítani, és a gazdasági igazgatónak az első évben csak azt mondtam, hogy engem hogy teszem a dolgom, fejlesztek, marketingelek, és engem akkor hívjál fő a bajba. Hívta párszor? És nem. Nem? Hát úgy érzésből tudtam, hogy mi az elég, hogy meddig nyújtózkodhatok, de én az első öt évben azt sem tudtam, hogy én keresek, vagy nem keresek ebből. Ezt most komolyan mondja? Ez halál komolyan. Sőt, meg lehet, hogy megkockáztatom az első tízbe se. De nem érdekelte, vagy nem akarta, hogy érdekelje? Nem érdekeltem, mert láttam, hogy jó úton haladok, jó úton megyek, és hogyha ezt az utat tudom folytatni, akkor maradandót alkotok, és ez itt az élet engem igazolt. Hát kellett egyfajta igen. ilyen bizonyítási igen. kényszer azért, hogy legyen önben, igen. ezt azért állapítsuk meg. Viszont azt mondja, hogy ön a gazdagságot nem kell, hogy megtanulja, hiszen beszületett, de szerintem azért dimenzióugrásokról lehet beszélni. Nem mindegy, amikor az ember 10 vagy 100 milliós vagyonba születik, meg amikor 10 milliárdjai vannak. De nem, azt tudomásul kell venni, hogyha itt egy normális érző emberről beszélünk, egy intelligens emberről beszélünk, aki megdolgozott a vagyonája pénzért. Itt nincsenek olyan gazdag emberi alűrök, mint például kint. Tehát
Itt, hát most azért gondoljunk már bele, itt Magyarországon azért még a mai napig, majd a más, meg a következő, meg az azutáni generációnál lesznek ezek a problémák. Tehát mi, én tudtam vezetni egy Dacia-t, meg egy Trabantot is. Én tudtam aludni egy csátorba, én tudtam aludni egy tőserdőbe a barátaimmal. Tehát én minden olyat megcsináltam, amit és a mai napig is megcsinálok, amit egy normál hétköznapi ember megcsinál. Ugyanabban a boltban járunk vásárolni, vagy ugyan a kávézóban egymás mellett ülünk. Tehát nincsenek elkülönülve az emberek, és ha valaki nem viselkedik elkülönülten, már pedig én nem viselkedek úgy, meg nem is akarok, én szeretek az emberek között lenni, szeretek kommunikálni. Nagyon szeretem azt is például, hogy a cápák között miatt eléggé kedvelt lett ez a műsor, és nagyon kedvesek az emberek. Kérdezik, hogy nem zavar-e. Egyáltalán zavar, mert olyan kedvesen közelítenek meg, és abszolút nem tolakodóan, mert ebből is látszik, hogy ez a műsor egy hiánypótló, és egy fantasztikus dolog, ami tanít, inkább tanít. Szórakoztatva tanít. Milyen helyzetben tudják önt megszólítani? Bármilyen helyzetben, benzinkúton, kávézóba, bárhol. Gyakran mennek oda? Igen, hát napi szinten, de kedvesek. Tehát ez jól esik önnek, igen, ön ezt szereti? Igen, mert ma már arra a szintre jutottam egyébként, hogy ma már inkább tanító akarok lenni, mint üzletember. Egyre válaszoljon még, hogyha egyszer visszavonul, akkor önben lesz annyi belátás, bölcsesség, mint édesapjában volt, hogy nagyon jó érzékkel, jó tempóban és kellő megfontoltsággal adja át a stafétát? Már van. Már van? Már van. Ezért mondom azt, hogy én most már megyek ebbe a, hogy tanító vagyok, hogy én azt gondolom, hogy én nagyon többet nem tudok elérni, és amit elértem, ennek a tudását viszont át akarom adni a következő generációnak. Bennem már most, bennem egy hamarabb bekövetkezett egy 10 éve egyébként, mint édesapám. De nem hiányzik az a része, a pörgés, a gyors döntések? Nem. Tempója, nem? Nem, hát az alkotási vágy, az alkotás utáni vágy, az hiányozni fog, de most benne vagyok most egy, meghazudtolom magam, hogy 2-3 olyan projektbe, ahol még az bőven van mit bizonyítanom. Kinek? Hát magamnak. Elsősorban. Tehát most egy 2-3, szerintem egy komoly projektbe benne vagyok, amit még be kell fejezni. Akkor sok sikert hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a meghívást.